Látjuk a Népszabadság értesülését, amit meg is erősítettek tulajdonképpen arról, hogy az Európai Bizottság felfüggeszti a Paks 2 projektet, mert hiányolja a közbeszerzést erről a nagy beruházásról, hiszen azt közbeszerzési eljárás nélkül kapta meg az orosz állami vállalat, a Rosatom. És ez ugyan sok tekintetben előre jelezhető, vagy bizonyos értelemben várható fejlemény volt, de engem az érdekel, hogy ön, mint aki tudja, hogy hogy eszik és isszák a közbeszerzést, volt a gazdasági minisztérium államtitkára is évekig, mit gondol, hogyha valóban következetesen számon kéri rajtunk az Európai Bizottság ezt az eljárást, és akár egy kötelezettség szegési eljárás keretében ránk is kényszeríti, akkor ez mivel jár? Mennyi időbe telik? Milyen feltételeknek kell megfelelni? És hogyan fogja befolyásolni az egész óriás beruházás végkimenetelét? Ugye alapvetően abból kell kiindulni, és előjáróban azért szeretném rögzíteni, hogy a demokratikus koalíció álláspontja természetesen az volt, hogy a paksi beruházásra, a Paks 2-re semmilyen módon nincs szükség. Ez elkerülhető lett volna, tulajdonképpen ennek következménye lesz az, hogy családjaink, unokáink is fizetni fogják még azt a tartozást, annak a tartozását, amiből ez a beruházás megépül. Semmi szükség nincs erre. És ezt tetézi, ezt a helyzetet az, hogy tulajdonképpen a miniszterelnök kiruccant Moszkvába, fogta magát és aláírt egy 10 milliárd eurós beruházásra vonatkozó hitelmegállapodást, és ennek következménye az, hogy az Európai Unió már jó ideje vizsgálja azt, hogy ez az eljárás, ez mely területeken ütközik egyértelműen ellentétbe azzal, amit korábban az Európai Unió tagjaként magunkra vállaltunk. Tehát nem az ütközik az európai joggal, hogy mi atomerőművet akarunk építeni, nem is az, hogy ezt külföldi vállalat csinálja, hiszen mi nem tudjuk, hanem az, hogy erre nem az európai szabályok és versenyszabályok alapján választották a beruházót és a kivitelezőt. Igen, ezt egyértelműen figyelmen kívül hagyta Magyarország, de elsősorban Orbán Viktor. Maradjunk ebben, hogy a kormány teszi azt, hogy minden szabályt megszeg, amikor arra készül, hogy tulajdonképpen a Sutyomban aláírt szerződés után az építkezést is ilyen módon akarja lebonyolítani. És ez ellen azt gondolom minden jó érzésű embernek tiltakozni kell. Na most visszatérve a kérdésére, miszerint egy kötelezettségi eljárás, ami úgy gondolom Magyarország számára egyértelműen kinéz, hiszen itt az egymás közötti megállapodás keretében jött létre ez a építési szerződés, aminek csak egy kicsi része az, hogy ebben Magyarország, a magyar vállalatok milyen módon és mennyire tudnak részt venni, mert sajnos ilyen megállapodás került aláírásra, de ettől függetlenül a kötelezettségi eljárás azonban egy jó ideig elhúzódhat. Ezzel együtt hiszen magyar, ez akár bíróságra is mehet, tehát évekig elhúzódhat. Azt lehet mondani, hogy hát jó, jó, rendben van, de hát az építkezést amúgy se jövőre kezdenék, ennek van egy néhány éves átfutási ideje, talán belefér. De engem az érdekel, hogyha mondjuk a magyar kormány tiltakozik, és bíróságra megy, és veszít, és közbeszerzési eljárást kell nyilván nem is egyet, hanem többet lefolytatni. Ez mekkora dolog, milyen szabályai vannak, mennyi ideig húzódhat el, ez tényleg egészen kivételes, ilyet Magyarországon még nem csináltak, hiszen egy összességében legalább 12 milliárd eurós, tehát 3,5-4 ezer milliárd forintos kapásból, és akkor nem tudjuk a végeredményt. Beruházásról van szó, ilyen összegű közbeszerzési eljárás itt még nem folyt. Mennyi ideig tarthat ez? Alapvetően helyezzük vissza abba a mezőbe, hogy a kötelezettségi eljárás szabályai keretében 60 napok állnak rendelkezésre, hogy a magyar kormány elmagyarázza és megmondja azt, hogy miért döntött így, azaz próbálja megmagyarázni, hogy mit tett.
Mivel a magyar kormány eddig nem tudott érdemi választ adni, és valóban a kötelezettségi eljárás elindul, akkor 60 napja lesz arra, hogy ezt megtegye. Ezt követően, hogyha ez bezárul, és az Európai Unió nem tudja, nem akarja elfogadni mindezt, akkor valóban bíróság elé kerül az ügy. Annak a kimenetele, annak határidejét azt nem tudom megmondani, hiszen itt valóban egy igen nagy ügyről és igen nagy értékről van szó. De ez egészen biztos, hogy az az előkészítés, előkészítő munka, amire most éppen költ a magyar állam már folyamatosan a múlt év óta, az akár lehet teljesen felesleges költség is. Mert és ha folytatják tovább, akkor további felesleges költségek keletkeznek. Így van. Tehát ráadásul ugye itt egy éves költségvetésben itt már sok 10 milliárdos előkészítési költségek vannak. Hát nem 10 filléres, hanem sok 10 milliárdos. A jövő évi költségvetésben már 140 milliárd forintról beszélünk, amiről ennek keretében ők már akár dönteni is akarnak. No, de akkor még mindig térjünk vissza a közbeszerzési eljáráshoz. Mennyi idő alatt lehet kiírni egy ilyen, gondolom, hallatlanul bonyolult pályázatot? Mennyi idő alatt lehet megszervezni azt, hogy ezen részt vegyenek, akár meghívott, akár én nem tudom, hogy nyílt közbeszerzési pályázatot kell-e hirdetni ilyen esetben, vagy csak azt a néhány szóba jöhető potenciális építőt, beruházót kell meghívni, de mindegy is, mert gondolom rendkívül bonyolult egy ilyen pályázatnak a lebonyolítása, a feltételek pontos rögzítése, aztán az elbírálás, aztán a vitatása az egésznek, mert lehet, hogy a vesztesek nem fogadják el, szóval mekkora időről beszélünk össze? Ha a közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, ugye november 1-én változott meg a közbeszerzési törvény. Erre a változásra azért került sor, mert az elmúlt évben az Európai Bizottságtól más okok miatt, elsősorban a fejlesztési források felhasználásának keretében zajló közbeszerzési munkát kifogásolta az Európai Bizottság, hogy az túlszámlázással, túlértékeléssel és korrupt módon történik. Ezért a parlamentnek módosítania kellett a közbeszerzési törvényt. Ez a módosítás meghozta azt, hogy részben lehet kézi közbeszerzéssel, magyarul három ajánlat behívásával lefolytatni eljárást, lehet a nemzeti eljárást lebonyolítani, ami tulajdonképpen nagyobb beruházásokra vonatkozik, és most érkeztünk el a nemzetközi eljárásokig, ami egyébként, hogy most leegyszerűsítsem és túlságosan nem menjek bele, az első lépésben egy 6 hónapos tenderrel kideríthető az pontosan, hogy igazából a jelentkezők köre hogyan néz ki, milyen módon akarnak bekapcsolódni, tehát amikor az első lépéseket meg tudjuk tenni, akkor attól függően természetesen, hogy milyen témában, milyen megvalósításra írja ki a pályáztató a pályázatot, de egy 6 hónapos eljárás keretében ezt meg lehet tenni. De a 6 hónap alatt azért gondolom cakunpak nem lehet megcsinálni az egészet, nem, az első felvonás. Így van. Ki tudja, milyen részletre vonatkozik, ami a részeljárásokat jelenti. Mégis az önök feltételezése szerint, és önöknek van két parlamenti képviselőjük is az Európai Parlamentben, úgyhogy nyilván európai információik is vannak, meg Gyurcsány Ferenc elnök a napokban éppen Brüsszelben tárgyalt, szóval az önök információi szerint ennek a paksi építkezésnek mekkorák az esélyei? Molnár Csabával és Tinder Müller Péterrel erre vonatkozó külön egyeztetéseket nem folytattunk, hiszen itt az elmúlt napok, illetve éppen az ön által említett látogatás követően látott napvilágot, hogy akkor az Európai Bizottság egyértelművé teszi ezt most arra Magyarországnak, hogy ebben helytelenül járt el, és ezért kötelezettség szegésre, annak megállapítására kerülhet sor. Így ennek következtében én azt kell, hogy mondjam, hogy itt a magyar kormány az én véleményem szerint nem tudja bizonyítani sem a jóhiszeműségét, és nem is akar egyébként jóhiszeműen az Európai Unióban meglévő korrekt partnerként eljárni. Orbán Viktor kormánya erre képtelen, ennek elsősorban az az oka, mert ő már tulajdonképpen lepacsizott Putyin elnökkel, és különböző előnyök érdekében
oda ígérte ezt a megvalósítást. De ezért el tudja képzelni, hogy esetleg egy ránk Brüsszelből ránk kényszerített közbeszerzési eljárás végén nem az oroszok kerülnének ki győztesen? Ezt nem tudom megítélni, és nem is akarom valószínűsíteni. Egy dolgot azonban gondolok, hogy ha egy kicsi szerencséje van Magyarországnak, akkor sikerül megakadályozni azt, hogy egyáltalán ennek az atomerőműnek a megépítésére sor kerüljön. Erre nincsen szükség. És ez akkor is így van, hogyha itt sok milliárd forintot elköltenek a jelen előkészítési szakaszban, de ez nincs arányban azzal a kárral és felesleges kiadással, ami 10 milliárd euró jelent, és a következő fél évtizedre, fél évszázadra, de lehet, hogy illetve még talán annál hosszabb időről is beszélhetünk, amire ez kihatással lesz. Köszönöm szépen, Varjú László, a Demokratikus Koalíció alelnöke és országgyűlési képviselője. Viszont hallásra!